Aki későn érkezett az elődöntők, illetve a döntők napján, december 30-án, annak már csak a bejárati ajtónál, vagy a túlsó kapu mögött jutott hely a fenyőkupa záró napján. A 24 csapatos torna az amatőröknél két bátorszéki kötődési csapat döntőbeli találkozását hozta, ami az erőviszonyok alapján prognosztizálható is volt. Ami az esélyeket illeti, a nagyobb nevek a Fehér felsőben pályára lépő Velorexnél voltak, hiszen Hajdanán a magyar élvonalig is eljutó Máté Csaba, Nagy Sándor, Buzás Attila, valamint az öreg fiúként is sokáig aktív Kis János és Fejes Zoltán is náluk játszott. A túloldalon a Speednél ekkora nevek nem szerepeltek, a fehéreknél nem volt olyan hosszú a kis pad, hogy Nagy Sanyiékat lehetett volna minőségi ifjakkal pótolni, amikor náluk érthetően elfogyott a levegő, így hát elmaradt a végsőkig kijelzett presztízs csata az amatőr fináléban. Dominált végig a Speed, amelyben a Fradit még anno a magyar kupából dunaszekcsői színekben remek gólt szerezve kiejtő Pankovics Rudi legendás ballába most is kétszer villant, miután zörrent is a Velorex hálója. Ezzel a 39 éves csatár oroszlán részt vállalt a Speed 4-1-es a kupa történetében a hetedik győzelméből. Öröm a köbön a mérkőzést végét jelző Duda szó után. Két játszós csapat játszott, és hát itt igazából tavaly nyúlni 10 másodperccel a vége előtt kaptuk az egyenlítő gólt a döntőbe, ugye a Velorextől, és hetesekkel ugye megvertek minket, és éreztük pontosan azt, hogy nagyon fegyelmezetnek kell lenni, minden helyzetet be kell rúgni, különben kipasszolnak, kijátszanak minket, nagyon fegyelmezett a Velorex, és szeretünk ellenük játszani, mert sportszerű végig a meccs, legalábbis azért a döntőhöz képest. Úgyhogy berúgtuk gyorsan az elején a helyzeteinket, ugye pikpak 2-0 volt egy 8-10 perc után, onnantól kezdve egy picit tartanunk kellett, értelemszerűen ránk jöttek és tudtunk játszani. A csapatnak a fele egyébként alapesetben is játszik egy bajai bajnokságban, illetve minden csütörtökön itt van még egyszer mondom, a fél csapat Bátaszéken a sportcsarnokban esténként edzegetnek. Úgyhogy azt mondom, hogy a mag az folyamatosan játékban van minden héten. Mi meg hát ünnepeltetjük magunkat, ahogy szoktuk, vagy siratjuk magunkat, mikor mi a vége. Hát ma ünneplünk, úgyhogy éppen két pesgőt nyakunkba borított a csapat fele, úgyhogy most jön a buli. Az ellenfél a Velorex menedzsere, a fenyőkupa hosszú éveken át főszervezője, Péter Géza is az ellenfelet dicsérte. Tényleg sportszerűségről, az ellenfelek maximális tiszteletéről szólt, a civil életben is sok esetben barátok egymásnak feszülése. Kapu előtt végig biztosabbak voltak, amíg mi kihagytuk a helyzeteket, ők berúgták a helyzeteiket. Tehát teljesen megérdemelt, hogy most ők nyertek. A Velorex egyéb iránt szíve lelke a fenyőkupának. Évek óta az amatőrök és a profik között is indítanak csapatot. 30 embert mozgatnak meg ekkor. Az egykori profikból lesznek az amatőrök, és a feltörekvő fiatalokból pedig a profik. Az utóbbiak az idén az elődöntőig jutottak, és ott a negyedik helyen végzett a Velorex. 95-ben, akik elkezdtek játszani a profiba, a Nagy Sanyi, Rupa Laci, hogy ezek szépen évről évre kiöregedtek a profi kategóriából, akkor jöttek az amatőrbe. Tehát elméletileg itt ez a fenyőkupára készülünk, tehát mindig azt mondjuk, hogy 30-án vége van a fenyőkupának, és január 1-én már a következő évre készülünk, de maga a játékos állomány, aki játszik, ezek, tehát együtt futballoztak valaha, meg a Velorexbe is együtt játszottak. Most az amatőrt nézem, az is most már 6 éve ugye folyamatosan döntőt játszik, hol a Speeddel, tehát most ez egy ilyen jó kis versenyfutása a Speeddel, a Velorexnek, ugye, mert ők most ugye 7-szeres bajnokok, mi 8-szoros bajnokok vagyunk, rengeteg második, harmadik hely van, profiligában ugyanez van, de azt mondom, hogy én azt mondom, hogy egy egészséges verseny van itt a két úgymond ősi csapat között, akik folyamatosan itt vannak a fenyőkupán. A Gold Car szuperbajnok idei hiányában a profik mezőnyében ment az előzetes esélylatolgatás már a torna megkezdés előtt. Ki a legesélyesebb az idén? Nagyon szoros és izgalmas meccseket vívtak ezek a csapatok a vévjátékban. A szintén fekete mezes Bowden Technika csak a büntető rugásokban tudta legyűrni az egykori szekszári focista Deli Dani csapatát az elődöntőben, a Kriszt Kft. Pedig egyetlen találattal győzte le a Velorexet. Óriási meccset ígért a Bowden Technika Kriszt finálé. 4 nap sok meccse
okozta fáradtság, azonban rányomta bélyegét a meccs iramára, színvonalára. Már már úgy tűnt, hogy az 5 perces hosszabbítás, vagy az sem, a büntetők döntenek az idei fenyőkupa sorsáról. Amikor a decsi származású Csende Imre másként gondolta ezt, egyébként sokadik veszélyes ballábas lövése 4 perccel a befejezés előtt utat talált a Boden Technika kapujában. Többiekkel ellentétben csak most játszottam az első meccsemet, úgyhogy biztos, hogy egy jó eltalált lövés döntet ezen a meccsen. Hála jó Istennek sikerült. Utána még volt egy lehetőségem, ha az bemegy, akkor még simább. Ez az egy gól is elég volt, úgy néz ki a győzelem. Vizdár Zsolt játékos edzőként sérülése miatt nem lehetett ott a döntőben, de nagyon örült annak, hogy több év után náluk úgymond beérett a gyümölcs, és a Kriszt megnyerte a fenyőkupát. Az elmúlt évben nem lettünk fiatalabbak, és hál' Istennek nagyon jól sikerült ez évben a fiatalitásunk is, a Nagyváradő lévén, a Frankowski Dani, Renninger Patrik, velük sokat erősödtünk, és a további években is ugyanígy szeretnénk. Tehát mindig szeretnénk fiatalokat bevonni, mert mi már öregszünk, és szeretnénk, hogy a Kriszt Kft. Még sokáig szerepeljen itt, de folyamatos fiatalitásnak vetjük alá a csapatot. Az ünnepélyes eredmény hirdetésnél most is természetesen díjazták a torna legjobb játékosait mindkét kategóriában. Az amatőröknél Berényi Szilveszter lett a gólkirály a Torpedótól, a Velorexes Péter Kristóf pedig a legjobb játékos. A legjobb kapus címet a Speedből Fügedi Zoltán érdemelte ki. A profiknál a legtöbb gólt a Boden Technika csapatából Hegedűs Márk szerezte, így ő lett a gólkirály. Kupagyőztes Kriszt adta a torna a mezőny legjobb játékosát Nagyváradi Olivér személyében. A legjobb kapusnak járó külön díjat pedig a Boden Technika hálóra Kékesi Zsolt vehette át Lerch Bélától, a főszervezőtől, a Bátaszéki eset szakosztályelnökétől.